Kodiak az Isten, meg is járkodsz. Illetve az ostya. Munkáján a honfogadták a kollégák a szétlő eredményt gratuláltak, főnő végül megtudta, miért volták a főnök, nem tudta meg. Csomó kollégám megtudta, kurvára örülök neki, én ja nem. De úgy all around nagyon kis jó fejek voltak. Gratuláltak. Aki tudta, hogy verseny volt meg eredmény. A legtöbbiknek nyilván csak az hoznak össze, hogy többes játék. Volt, aki nézett is amúgy döntőbe, hajnak. Kettőkor egykor izgult. Próbálj meg egyszer bootcampet. Amúgy a szombati stream az annyira szürreális volt. Nem tudom, hogy kimaradt itt sokáig. Ugye elég sokáig PUBG-ztem. És olyan fél egy körül elkezdtem GeoGuessr-re játszani. Ugye elkezdett apadni a nézőszám, és olyan hajnal kettő körül, és hajnal fél kettő körül azt hiszem fodabb posztolt. És még hajnal háromkor még ilyen 120-130 néző előtt GeoGuessr-eztem. Kicsit indokolatlan volt, de... Csak a GeoGuessr-re értem haza, ja igen. Akkor is teljesen szürreális volt, amit hogy... Miért? Miért nézi valaki, hogy hajnal... háromkor egy ilyen játékkal szemben? Egy head, meg egy izétes lövés. Jó próbálkozás volt amúgy. Van egy ablak, mi? I guess. Bevoltolt rajta az ugyanbe. Hol fog pikelni? Melyik ablakban? Egy, alsóba kéne látnom. Timing. Kodiak szerez 9-et, az se sok. Igen, de ezért mondom, hogy jó ez a custom, meg hogy néhányan nyilván akarnak játszani, meg tök fun is. Én nem mondom, hogy nem. Ó, bassz meg. Viszlátok.
lesz egy grip erre a fosra. De nyilván kúrosokat kére. Ott, akit ott lőttem szarra, az hova lett? Most ugrik ki ott. Ez a füst. Végül is. Szia Zoli, köszi. Szervusz. Hogy lehet itt? Ja. És kíváncsi vagyok az úriember, az merre fog onnan menni. Még rajta kívül még egy ember van szerintem bootcampben. Tehát ők ketten. És az úriember balra indult el nagy körbe. Hol a kör? Jó. Hiszen hegyen is sokan szoktak lenni mögöttem. Kéne valami jobb X. Kéne 4 X. Ez ott, ez 2. Nem láttam mozogni őket sehol. Rip. Nullát teljesen kifosztotta. Yep. Nem marad benne X. És semmi kis nagyot rántanak spirézés közben? Ja. Igen. Nyilván, hogyha... Nyilván ez közelségtől függ. Mit hallok? És ez mögöttem volt, vagy a szembe hangár? Annyira rossz a hangzás ebben a játékban. Valaki trappolt közel, kövön. Tehát ilyenen. És ez lehet bármelyik ház a környéken. És aztán hirtelen abban maradt. Hát jó. Meghallott és szerintem onnantól nem mozdult a csávó, hanem sarokba fogta azért. Vagy pont akkor futott ki a haló távolságomból. Mindegy, elég fura volt. Ez messzebb van. Ez nem a legsikeresebb bootcampes vadászatom volt ennek. Elég gyér. De az a durva, hogy tökre úgy éreztem, hogy nem vagyok fáradt ugye a munkanap után. Még amikor készítettem elő a streamet, akkor egyáltalán nem éreztem magam fáradtnak, de most ja. Eléggé utálok szólózni, pont emiatt. Ez inkább ilyen
társasági játék inkább, nem Solinger, tryhardkodás, meg nem tudom mi. Tehát remélem, hogy gyorsan ide ér Cody. Jonesy, hogy nem vagy Twitch partner? Be kell adni egy ilyen jelentkezést, hogyha összegyűlik a feltétel. Ugye három feltétele van ennek a partnerségnek, és hogyha beadod, akkor utána elbírálják. Na most ők azt írják, hogy 7 nap alatt válaszolnak. De például Silva azt mondta, Hula Silva, hogy őt egy hónapig váratták kb. Vagy 2 hónapig, már nem emlékszek, de nagyon sokáig. Tehát én beadtam a jelentkezést. Majdnem 10 napja. Aztán most igazából tőlük függ, hogy ez mikor realizálódik. De ja, például az emotokat már megcsináltam. Legalábbis párat már kitaláltam. Meg már lehet 10 emotom, mondjuk nem tudom, hogy ezt most megtartja-e. Mert ugye az emote rendszer úgy van kitalálva, hogy nem a subscriberek száma alapján számolják ki, hogy mennyi jár neked, hanem subscriber pontok vannak. Ami egy subscribernél az 1 pont, de hogyha tier 2-es a subscriber, akkor 2, hogyha tier 3-as, akkor meg azt hiszem 6. És nekem hiába csak 115 feliratkozom van, a subscriber pontban már 132-nél tartok. És 125-nél van az egyik szint, ott lehet 10 emotod, és 150 a következő, az meg 11 emotot jelent. Hát még ahhoz kell ennyi. Sok. 18-19 subscriber, a tier 1-ről beszélünk. Lehet tudni, hogy miért nem hallok senkit, és semmit amúgy. Kodinak a bal heréjét tenném rá, hogy ezekben a házakban kempel valaki. Melyik a jobb? Fent lenni a domb tetején? Vagy alulról píkelni? Sose tudom eldönteni. Úgy gondolná az ember, hogy fent jobb lenni sokkal, de csomószor olyan fura a dőlésszöge ugye a tombolnának, hogy nem tudsz, egyszerűen nem tudsz rálátni az emberre. Spréjelni meg ilyenek. Ez a spray is, hogy 600 méterre van. K98-os az arról hallottam. És Cody, mit szól, ha a különböző testrészeit felteszed ilyen felvetésekre? Hát na, nem kell róla tudni az így a szerkereskedem nagy része olyan, hogy nem beleegyezéses. Mondjuk nem tudom, kinek kéne Cody. Mája például, alkoholista. Közelebb volt. Ilyenkor már nincs rá szüksége. Még 40 sincs az ember, ne temessük már. Ja, amúgy mindig öregezem őket, meg minden, de igazi volna, hogyha belegondoltak, tehát egy Said is 35-36 éves, tehát ez sehol nem öreg. És hiszem... Jó gondoltam, hogy ott kempel valaki ezekbe a házakba. Sebike, kicsiromos, köszönöm szépen a követéseket. Hajdihó faszopók! Hányan töltöttétek ki a nyereményjátékon? Hányan
jelentkeztetek, inkább így mondom. Ez úgy is jó szar lesz, amikor elindul. Amire több hangsúly kéne fektetnem a játékom során, az a fedezékek keresése. Tehát, hogy elkezdenek rám lőni, akkor legyen valami, ahova el tudok bújni. Nem azt mondom, hogy be a házba. Nem simán, amikor csak úgy cirkálok a semmi közepén. Akkor mindig úgy kéne nézni dolgokat, úgy kéne néznem dolgokat, hogy elfutok egy fáig, egy kőig, kőtől, melyik a legközelebbi fedezék. Tehát, hogyha a két fedezék között rám lőnek, akkor viszonylag gyorsan el tudjak bújni fedezék mögé. Tehát soha nem fogok így játszani. Nyilván vannak olyan szituációk, például itt is elég hosszú táv. Ahhoz, hogy safe legyél, vagy biztonságban érezd magad. Azt mondod, rá szoktam verni az eget padomra? Érdekes koncepció. Nem szeretném sem cáfolni, sem megerősíteni a hallottakat. Ma nyakamat tenném rá, hogy nem lesz egy vinem se. Na, szia Boti! Tetszett a vlog? Nagyon jó lett mi. Világbajnok vlogoló vagyok, mostantól csak a vlogból élek, igaziból abban is hagyom a gaminget. Ráfekszek a YouTube-ra, abban több pénz van. Miért ebben nem vagyok biztos. Az a baj, hogy ez a shack, ez viszonylag a kör közepén van. Olyanokat vonzhat, akik szeretnek a... közepén játszani. Léci ne lőjön. Léci. Honnan hallom ezt? Ez egy túloldali ház kávé. Bastardo! Ez meg kocsival. Ez karrier mondjuk. Anka akkor kilőtte. Abba a kis seggben van benne, ez kom... Azt a túlra, hogy... na mindegy. Ugye hármas is akkor volt, azért nem halt meg az M24-ben. Majd! QBZ-vel fejlődöttem. Mert amúgy érdemes lett volna elmenni, sisakért. De így, hogy lelőttem róla, így már annyira nem. Nyilván van egy droppos fegyvere is, de nem azt használta, hanem a minit. Vagy a QBU-t. Tehát ha tippelnem kéne, akkor nem a legerősebb. Drop fegyver volt nála. Megy AVM vagy valami izom. Isten.
Jónás, tanulj meg lőni, bassz meg. Ez azért nagyon jó, mert ide vonzom az összes kis muflincát. Stevens, köszönöm szépen a követést. Ezen a mapom Ibiza is kocsival megy, szerintem máshogy nem lehet 20 killt összeszedni. Hát, igen. Ha csak nem Shroud vagy, akkor nem lehet. Shroud az ilyen 16-17 stream sniper killel szokott kijönni a bootcampből. Szarapozni, még nem vagyok bent. De szerintem még ketten vannak az én oldalamon. Két ember. És... hát nem látok olyan fedezéket, ami most jelenleg jó lenne. Mindig négy enemy van. Kettes sisek az se sokat segít ebbe, hogy biztonságban érezzem magam. Biztos, hogy túloldalon van egy, de hogyha tippen nem kéne, akkor ezen az oldalon van kettő. Ja. Semmi közepe? Mindenki engem figyel. Egy lövés hangzott el. M24. Látom, hogy beugrott a csávolságba. Kurva jó hír. És ez nincs bent nekem. Ez nincs bent nekem. És az? Ez bent van. Woken. Hol vannak az emotok? Még nem vagyok partner sajnos. De megcsináltam már őket. GG. Ja, meg ugye melyik nap? Szombat este. Mi van? Szerintem Geogeszer közben lett meg a másik sub count. Tehát hogy most már eredetileg 9 sub, vagy emotom lehetett volna, és most már 10 lehet. GG.